Hát hogy üdvözlete mindenkinek, áldassék a gyümölcs. Én most Zsolt vagyok, ez pedig itt a Zsoltán YouTube csatorna, és hogy a Pesti TV-nek is megkönnyítsem a dolgát. Én VV Zsolt vagyok, ex hős, melegpropagandista, gyurcsány és Soros Bérenc. Na, ö, most érezzem meg, vagyunk. Um, hogy is mondjam? Amit itt elmondok, amit itt elhangzik, amit itt látni fogtok, azt bizonyítani tudom, hogy lement a tévébe. Tudom, hihetetlen lesz, és sokszor majd ökölbe szorul a kezed, megértem, de. Ez lement a televízióba. Annyira kontraproduktívra sikeredett, hogy én azt gondolom, hogy ezt valóban mutogatni kéne. Tehát, hogy ez már annyira kínos, annyira, annyira vállalhatatlan, hogy hogy ezt ezt tényleg mutogatni kéne. Ugyanis, ami, ami egy nagyon fontos, ugye, mint a tévészolgáltatók felelősség, illetve minden olyan márkának, vagy minden olyan. Ö, a és minden olyan hírességnek, aki elmegy jópofizni ebbe a tévébe, ők nekik üzenném, hogy azért remélem tisztában vagytok ezzel, azzal, hogy ti legitimalizáljátok azt, amik ott elhangoznak. És most hallhatjátok, hogy mit hangoznak el a Pesti tévében. Tudjátok, van a Dóri, a Zelenka Dóri, ő a úgy szoktam mondani, hogy Netflixen a Next Gomb, a teljesen értelmetlen, nem tudjuk, hogy miért van ott. Ö, alkalmatlan, nem a műsorvezetése, önmagában a kommunikáció és szerintem a gondolkodásra is. Ezt majd azért itt többször be fogja ö, bizonyítani a, a, az adás során, hál' Istennek. Nem értjük, hogy miért kapott műsor, de tulajdonképpen, hogyha mindent összevetve, hát ki más vezetné, tudod? Tehát kit találnak oda. De ami még durvább, hogy megjelent a szegény ember Budaházi Eddája. Életemben nem láttam ezt a nőt. Nem tudok róla semmit, tényleg, viszont folyamatosan azokat az érzéseket, azokat a az emlékeket ébresztette fel bennem, amikor ott a budaházi edde és a párja alázott ö, egy, egy órán keresztül, amit szerintetek alázott, én egyébként nem, nem fogtam fel ennyire durran, vagy nem viselt meg annyira, mint titeket jobban megviselt. Na mindegy, szóval nagyon durva, és ott van Botond bácsi, őt már ismerjük, ő már többször köszörült -e rajtam a nyelvét. Ebben a műsorban képzeljétek nem kerültem szóba, nem is értem. Bár mondjuk ez mindig amúgy egy érdekes dolog, hogy Dórikának miért kell, heti szinten a melegekkel foglalkozni, hogy miért miért foglalkoztatja ez a téma ennyire, de hát majd ezt is megtudhatjuk a beszélgetésből, hogy tulajdonképpen őket nem is érdekeljük. Na, de mindegy. Ne el feliratkozni, meg kommentelni, és a kommenteléssel kapcsolatban pedig arra szeretnélek kérni, hogy kérlek olyan nehéz lesz, nehéz lesz, de hogy olyan ö, módon tedd ezt meg, és kérlek, hogy olyan stílusban tedd ezt meg, hogy büszkén azt mondhassam, hogy látjátok, az én követőim normálisak. azok hogy privátban bárkire ráír, az pedig egyáltalán nincs. Már csak azért sincs, mert ez az ügy jóval több annál, és jóval többet érdemel, és, és jóval magasabbról kéne ezt az egészet ö, ö, kezelni. Na mindegy. Szóval, ö, hát ilyen az, amikor nyitott szája beleszalad valaki a faszerdőben, amikor folyamatosan 47 percen keresztül önmagának ellentmondva majd a végén levon vagy tökéletes konklúziót, hogyha érdemes lesz. A Végig maradni. Különböző kisebbségeket, és olyan embereket próbál meg megalázni, beletaposni, beletörölni a lábát, akik erre egyébként szerintem nem feltétlenül adtak okot, vagy. De még egyébként azt gondolom, hogy olyan emberrel sem bánnék így, vagy beszélnék így, vagy, vagy készítenék róla egy ilyen mértékű tényleg a legesleg válfaja a műsorkészítésnek az, amit ők csinálnak. A műsor, nagyon idézőjelben mondom, mert én úgy vagyok vele, hogy a műsor az egy olyan dolog, amit szerkesztenek, egy műsor az egy olyan dolog, amit néznek, egy műsor az egy olyan dolog, amit, mögött van munka. Itt nettó fröcsögés van, itt munka nincsen. Na de akkor kezdjük is el! Szerintetek eljön valaha az az idő, amikor nem tartjuk majd normálisnak, vagy nem fogjuk normalizálni a homoszexualitást? Hát nagyon remélem, hogy nagyon hamar el fog jönni, de igazából szerintem ez rajtunk múlik, hogy mikor mondjuk azt, hogy na itt elég volt. És ezt a miniszterelnök nagyon jól mondta, hogy nem szabad átlépni ezt a vörös vonalat, és a gyerekekről pedig vegyék le a kezüket. És amikor mi ezt meghozzuk, ezt a döntést, hogy igen, nem fogjuk őket simogatni tovább, akkor szerintem eljön hamar ez az idő. Ó, ha van egy új rajongó, te huncu, te hallod ezt? Csontig nyalt, megmondta, hogy milyen jó beszéltél, a drága miniszterelnök úr. Van még belőle egy pár darab egyébként. Hát igen, te tudod, hát igen, mert mi a tekre vagyunk rászállva. Igen, igen, igen. Hát végül is. ja, Istenem a klisék, de nyugi lesz még pár. Vajon mikor fogják azt megérteni, hogy attól, hogy én elfogadom azt, hogy vannak homoszexuálisok és nem akarom kiirtani őket, mert nem nyilván, attól még valhatom azt, hogy de ez akkor sem egy egészséges és egy normális dolog. tehát mikor fogják azt belátni, hogy a homoszexualitás az nem nevezhető normálisnak, mert nem az. Tehát egy, egy, egy férfi, aki a saját neméhez vonzódik, az nem teljesen egészséges, ugyanúgy, ahogy vannak, akik a, nem tudom, asztalokhoz vonzódnak, vagy guminőkhöz, vagy nem tudok még milyen példákat felhozni. Tehát ez, ez, egy, ez egy elromlott identitás ez egy, ez egy elrontott szexualitás. Mikor lesz az, amikor azt mondják, hogy, hogy, hogy ez is egy vélemény, és elfogadom ezt a véleményedet? Órika, hát hogy ne fogadnánk el a véleményedet? Pláne, hogyha ez a vélemény olyan, mint amit te most kimondtál. Te nem homofób vagy anyukám, te egyszerűen buta vagy. Tehát, hogy azzal, amit most elmondtál, csak megerősítetted azt, tulajdonképpen amiről mi beszélünk. Erről beszélek, amikor azt mondom, hogy nyitott szájjal a faszerdőbe, hogy kontraproduktív, hogy tegyetek már be a műsorba egy olyan önálló, autonóm gondolatokkal rendelkező, logikusan gondolkodó ember, kommunikációra képes, gondolkodásra képes embert, és mindegy, hogy férfi vagy nő, tök mindegy, aki nem mond ekkora butaságokat, hát hiszen hogy ne fogadnánk el a véleményedet? Hát nem, hogy elfogadom a véleményedet, bemutatom a nagy közönségnek, hogy elérjen másokat is. Mert amit te elmondasz, hát azzal csak minket erősítesz meg. És nem, ne, egyáltalán nem. Tehát azért mindenki majd azért ennek a videónak a végére döntse el magában, hogy hogy ez súrolja mondjuk a homofóbia határát, homofóbia vagy sem, vagy mondjuk a melegek elleni gyűlöletbeszéd, vagy gyűlöletkeltés, Azért ez elég erősen, majd fogjátok hallani, hogy vannak, lesznek itt olyan megszólalások, mondom, érdemes maradni, hogy, hogy figyelj, attól, attól lepetézel. És ezerszer elmondtam már, de az, hogy valaki nem ért azzal egyet, hogy én örökbefogadjak, fogadjak, vagy házasodjak, az nem homofóbia. Viszont ha valaki azt mondja, hogy ez rendellenesség, valaki azt mondja, hogy ez nem normális, ez nem természetes, ez betegség, és teljesen ezt kezelni kéne, Hát, hát az igen. De még, még jó, hogy nem akar minket megölni. Az kedves. Jó kérdés. Szerintem nem fogják mondani, hogy miért nekik ez kényelmes, kényelmes benne lenni ebbe az áldozat szerepbe. Uh -huh. Én azt gondolom. Ugye igazság szerint ők nem a, a, a amit ők homofóbiának neveznek, az uh -huh. tulajdonképpen a mi részünkről a közömbösség. Hát annyi fajta dolog nem érdekel a világon. Uh, annyi olyan dolog van, amit az ember uh, nem nézek baseballt, uh, nem nézek női pankrációt, uh, és uh, a bizonyos csoportokat felháborítja, hogy érdektelenség övezi a, az ő létformájukat. Milyen fura, ugye, hogy Botond bácsi itt azt mondja, hogy az, amit, az, amit mi homofóbiának nevezünk, az tulajdonképpen közömbösség, közöny. Ő nem néz baseballt, női pankrációt, ö, hát figyelj, lehet, hogy rád férne, de, de hogy ez a közöny. Ők, nekik ez a közömbösség, amikor 40 percig arról beszélnek, hogy mi létezünk és miért létezünk, és hogyan létezünk, és hogy ez miért baj, és hogy ezt hogy kéne megállítani, és ez hogy kéne. Ö, ö, nem, mondom, én nem akarom lelőni még mindig a point majd majd mindjárt elhangoznak azok a csodálatos mondatok. Tehát Botod bácsi szerint minket a homofóbia, a, a, közönt apostrofáljuk homofóbiának azt a közönt, amit most ők is például mutatnak, ők maguk mutatnak, hogy azon fröcsögnek hárman a, a Pesti TV stúdiójában 15 embernek, Hogy, hogy, hogy hogy a homoszexualitással mi a baj. Ezt hívjuk, ezt hívjuk közönynek. Na, de várjál, 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 mert rögtön megtaláltuk a párhuzamat. Hát Mivel lehet ugye a melegeket párhuzamba vonni? A pedofiliával, a függőségekkel, a szexpartikkal, a devianciával, a perverzióval, ugye? Na, ezek közül itt van egy, Botond bácsi megmondja. É, és hát a, a azért emlékezhetünk rá, a drogosok is eljátszották ezt velünk, hogy ugye, hogy, hogy ők áldozatok, hogy, hogy vele e vagy milyen szörnyű drogosnak lenni, mintha nem is létezne emberi akarat. Ugye ha feltesszük, hogy van szabad akarat, akkor jogod van, nem, erre van módod, nem függőnek lenni. Mégis ugye az a teljes eluralkodott rajtunk az a nézet, hogy hogy hát a, a drogosok áldozatok, betegek, szerencsétlenek, akik, akik a, a, ebben a tekintetben a szabad akaratúton meg vannak fosztva. Ugyanezt történik most, ugye, ilyen értelemben a szexualitással is. De uh, ugye senki nem mondta, hogy nem, uh, hogy, uh, hogy a szexualitást bele kellene vonni ebbe a diszkozóba. Nem mi mondtuk, ők mondták. Tehát mi mondtuk, de megint Botond bácsi beszél róla. Mindegy, engedjük ezt el. Nagyon fontos dolog az, hogy most a drogoról, a függőségről, a droghasználatról, uh, ha elkezdenék beszélni, akkor ez nagyon hosszú videó lenne. Ellenben egyébként készülök nektek uh, egy videóval erről a témáról is. Uh, úton van, emésztenem kell, kis türelmeteket kérem. Párhuzamba állítani a melegséggel azt gondolom, hogy, 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 hogy utaság. Tehát az ember nem születik úgy, és az ember, az ember nem, nem, nem él úgy, tehát nincs az, hogy az óvodában egyszer csak elkezd érdekelni a kokain vagy a füvesz ez ez egy, ez egy nagyon nehéz emészhető téma, és ez jóval többet érdemelne, mint amit most tudok róla beszélni, ezért mondom, hogy ezt majd egy másik videóban különvesszük. de a lényeg az, hogy hogy, hogy ezért ez közel sem, közel sem hasonlít semmilyen módon, még csak abban a kontextusban sem, amire a boton sem hivatkozik. Tehát egyáltalán nem, ö, ö, nem ez, ez így nem oké. Okay. Tehát, hogy most már eddig, eddig pedofilok, a pedofilokkal hasonlítgatták, most már a drogosokkal. Értem én, hogy minél jobban kell ö, a, a személyünket ö, hitelteleníteni, hogy minél, minél pejoratív ö, ö, értelemben kell eltolni magát a, a melegeket, mint, mint ö, létező személyeket, de, de továbbra is csak azt tudom mondani, hogy szerintem nem éritek el ezzel a, a, az általatok. Ö, indukált, uh, indukálni próbált kellő hatást. Én átgondolnám ezeket a kijelentéseket a helyetekben még egyszer. Na de menjünk tovább, mert most jön a szaftosabb rész. Miért gondolják azt ezek a lányok, hogy miért gondolják olyan sokan, hogy a fehér, és mindig belezavarodom, fehér cis férfi, nem, fehér hetero cis férfiak, ugye a cis férfi az olyan, aki férfiként érzi magát és férfinek született, tehát a normálisok, ugye, hogy azok, amikor felnőnek, majd erőszaktevők lesznek, és meg fognak erőszakolni minden lányt, és majd, majd a bulikban is mögéd jönnek, és akkor majd fogdosnik ezdenek. Miért gondolják ezt a man manapság a lányok szerintetek? Hát ez elég furcsa, mert nekem egy 12 éves kisfiam van, és eszembe nem jut, hogy, hogy ő ilyeneket tenne. Ő normálisan van nevelve. Nem ilyen elő nem fordulhat. Mindig meg kell nézni, hogy ilyenkor mi lehet mögöttük, hogy miért gondolja ő ezt. Lehet, hogy ott bántották, vagy önértékelési problémája van. Mondjuk nekünk is volt önértékelési problémánk a maszkorunkban, szerintem ezen mindegyikünk túljut de mégse tettük ezt ilyen nyilvános, se, mégse kürtöltük viráge, hogy ha hol nekem problémám van, bajom van. Nézzük meg, hogy ő ezt miért akarja megtenni, mi áll mögötte, vagy kik állnak mögötte, milyen ideológia áll mögötte, és mit akarnak mindezzel elérni. Például ezeknél a lányoknál, hogyha oké, okay, most külön kell őket bontani, de hogyha összességében nézzük, ők szép lányok voltak. Jó, hogyha leveszük róluk azt a kiló maszkot, biztos más lesz az arcuk, meg fiatalosabbak, de, de akkor is ezek szép lányok, tehát mi viszi őket tényleg erre, hogy, hogy önmagukkal szembe menjenek? Á, nem először nem mondtad először. jól, hogy lányok voltak. Áhá! <laughs> e hát ennyi, ennyi, ennyi gyerekek. Eddácska elmondta a tutit, megvan, megvan. Van egy 12 éves fia, aki még nem észleli azokat a jeleket, hogy nem ilyen erőszakot követne el, illetve fogdosna diszkóban különböző embereket, mert, mert ő úgy neveli mert ő úgy neveli. Azért mondjuk ennek is van egy nagyon durva és nagyon tág szociológiai háttér, ami most ha megint belemennék, akkor ez 100 ezer millió, 50 ezer perces lenne ez a, a Cili néni így, videó, de nem megyünk bele. Egyszerűen csak annyit mondok, hogy hogy én úgy sajnálom, hogy nekem nem lett egy ilyen anyám, aki ennyire tudja, hogy, hogy kell gyereket nevelni, ennyire tudja, hogy mi a tuti, mi a profi, mert ez a gyerek meg van nevelve náluk, ez nem fordulhat elő nem szeretnék ott lenni abban a pillanatban, amikor ennél az anyukánál esetleg valami olyasmi előfordul, ami a keresztény konzervatív nézeteibe nem tartozik bele. Uram, bocsánat, ne adj Isten! Mondjuk a gyereke azt mondaná neki, hogy hát anya, én úgy érzem, hogy mégsem a lányok jönnek be. Nagyon durva lehet, hogy mit kapna ezért otthon. Valószínűleg nem is mondaná el, hiszen egy ilyen anyának, egy ilyen szülőnek, akinek látod, hogy Böh, böh, mert így van nevelve, és majd még egyébként erre fogunk, fogunk még azért itt szösszeneteket találni a videóban. Tehát, hogy, hogy, hogy én értem, tehát, hogy normál esetben senki nem neveli erőszaktevőnek a gyerekét, normál esetben senki nem neveli taplónak a gyerekét, és normál esetben senki nem is neveli mondjuk homoszexuálisnak a gyerekét, hiszen tudjuk, hogy nem nevelés kérdése. Ezek közül egyik sem. Vitathatatlan egyébként, hogy a szociális háttérnek és a gyermekkornak többnyire köze van ahhoz, amikor valaki felnőtt korában ö, ilyen, ilyen abúzusokat követel. Ettől függetlenül azért ez a kijelentés, hogy ő olyan tökéletesen nevedi a, a gyerekét, hogy itt náluk ez nem fordul meg fontos megnézni, hogy mi áll ennek ugye a háttérben, kik állnak ennek a háttérben, kiket nyilván a buzik, nem? Hát meg a soros. Hogy ez. Az egész az ugye onnan indult, hogy a TikTokon szerintük heterofóbia és férfi gyűlölet van, csak azért, mert, mert, mert hogy egy, egy, egy lány valami olyasmit mert állítani, hogy hát azért a hetero amikor beisznak a buliban, azért alányulkálnak, és a többi. Figyelj, egy valami tudok garantálni, és biztos vagyok benne, hogy több heteroférfi férfi taperolt meg diszkóban lányokat, mint meleg és uh, szerintem ebben nem fogunk tudni vitatkozni. Uh, és hogyha ilyen kontextusból próbáljuk megvizsgálni ezt a dolgot, akkor ez az állítás az sajnos teljesen igaz, független attól, hogy Miss szuper anyuka és minden tudó szuper anyuka. Ugye? Tehát, hogy annyira, annyira érzem ugyanazt az attitűdöt, mint az Eddánál. Uh, ő jól neveli, jól neveli, a gyerekét. Ugye? És érezted az átütő jó indulatot, amikor azt mondtad, hogy hát ezek szép lányok lennének, persze, ha azt a kiló maszkot levennénk róluk. Milyen jó indulatú, nem? Kedves, én, én, én sajnálom, hogy nekem nem volt egy ilyen anyám, de tényleg, most biztos, hogy nem tudom, százával döngetném a nőket, és állnék sorba a babaváró váró hitelért, de hát sajnos nekünk ez nem adatott meg. De majd valaki, aki ő, nem olyan jól neveli a gyerekét, mint eddácska, nem tudom az, a vagy, hogy eddácska maradt meg a fejemben, azt tudom, hogy hívják ezt a nőt. De mindegy. Szóval, hogyha ö, ö, valaki nem annyira jól fogja nevelni a gyerekét, mint ő, és esetleg kidobja a kukába, otthagyja a kórházba, lemond róla, elhagyja, otthagyja, veri, üti, stb., ö, akkor majd adott ponton ö, mi is deviánsak örökbe fogadhatjuk őket. De úgy próbálja beállítani ez a lány a homoszexuálisokat, mintha teljesen egyenértékűek lennének a heterókkal, holott, ahogy már az elején is mondtam, nem, még mindig nem elfogadott az a tény, hogy ez nem egészséges, ez a, ez a identitás zavar. Hát, Mit gondoltak -e erről? Nagyon jól mondtad, és azt is nézzük meg, hogy miért ilyen szép lányokkal uh, propagálják ezt az egészt, mert hogyha ők csúnyak lennének, akkor senki nem figyelne fel arra, amiket ők mondanak. Valószínűleg így, így kezdték ezt az egészet. <coughs> Haha! <coughs> ha <coughs> Nézd meg, kinyitott, megint kinyitotta a száját, miért nyitja ki a száját, miért nem szólnak neki, Dórika, üljél és mosolyogjál, az meg. Hát megmondta az eddácska is, ha nem lennél szép, senki nem figyelne rád, érted? A csúnyákra nem figyelünk. Ha hol figyelnénk már a csúnyákra? Veletek ellentétben nem mindenki a külsőségre figyel oda, nem mindenki a külsőséget nézi. Legalábbis mondjuk mi melegek nem azért nézünk meg egy nőt, mert szép, nem azért hallgatunk meg egy nőt, mert szép, egyébként azért, mert a látvány. Na de térjünk vissza az eredetihez, mert Dóri kinyitotta a száját. Miért gondolják azt ezek a lányok, akik a TikTokon ugye férfi gyűlöletet és ö, ö, mindenféle egyéb ilyen, ö, mit is mondtak ők, hogy mi van ott heterofóbia és férfi gyűlöletet propagálnak? Miért gondolják azt, hogy a melegek egyen jogúak, egyen értékűek? heteroszexuális társaikkal. Lement ez a tévében, elhangzott ez a mondat a televízióban. A televízióban, amit a Telekom, a televízióban, amit a mit tudom én még, hogy ki, ezek betettek a kínálatukba. Ebben a tévében elhangzott az, kérem szépen, hogy miért gondolja az bárki is, hogy mi egyenjogúak vagyunk heterotársainkkal. Itt tartunk 2021 be én kérek elnézést. És akkor egy dácska meg rákontrázik, hogy egyébként meg a szép lányok. Mi van, anya? Te is tök szép vagy, ne, ne irígy, vagy én nem tudom. Hát szed már magadat össze. Miért zavar az téged, hogy szép lányok beszélgetnek arról, hogy a melegeknek is legyenek jogai? Nem több jogai, ahogy ti gondoljátok, csak egyenértékű jogaink. Már annak is nagyon örülnénk. Tudom, tudom, hát de te is csinálhatsz gyereket. Értem, hát te meg belenyúlhatsz a konyha de te mégse teszed, hát én sem teszem. A, 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 a. A homoszexualitás nem úgy létezik, hogy egy ember teljes egészében áthat, és létezik egy ilyen önálló attribútum, hanem az valamilyen egészségesnek a hiánya vagy a sérülése. És ezért ezzel a problémával, ezzel az egyensúlyi hiányjal is meg kell küzdeni, amikor ráadásul a normális átlagos emberek sem élnek mindig egyensúlyba. Tehát itt az a lényeg, hogy megint manipulált szavakat ha használunk. Mm -hmm. Ők nincsenek egyensúlyban, ez nyilvánvalóan látszik és az egyensúlyhoz való visszatérés képessége hiányzik. Ezért mondom, hogy nem jó ezeket az embereket homoszexuálisnak, vagy nem tudom minek, ne, vagy nem minálisnak nevezni, mert ők, ők ezt az már eszközként használjuk. Az igen, igen, más igen más hogy ez ugye van, 70-valahány nem persze. tanultam persze. meg, és a nézőket se terheljük szerintem ezzel, mert a vert nem lényeges, hanem hogy mondom, az a, az a lényeg, hogy rosszul használjuk ezeket a szavakat, mert elkezdtük úgy használni, hogy ők használják. Ők szerintem... Mert nagyon nagy a nyomás. Igen, nem a saját szava, tehát nem a saját, az ő szavaikkal kellene leírni őket, uh -huh. hanem a mi uh -huh. szavainkkal, és a mi szavaink szerint ők nem homoszexuálisok, vagy szexuális deviánsok, vagy ilyesmik, hanem ők ők uh, simán zakkantak, és, és lopják a homoszexuális kifejezésnek, most már ugye nem fogunk úgy szót alkotni erre, lopják a, a reklámértékét. Fú, mit fogunk uh, kapni mi ezért, hogy nevezik hát ez nevezzük a... őket, de sajnos ez az igazság. Ez az igazság. az igazságra vagy kíváncsi, akkor Dórikát kell nézni a Festi tv mert Dórika mondja az igazat a frankót. Na, nem tudom, hogy Botond bácsi, ne, megnéztem tényleg böcsülettel, nem tudom, hogy Botond most itt arra értette, hogy ugye már korábban felmerült, hogy a, a homoszexualitás az olyan, mint hogyha valaki egy állólámpával szeretne szexelni. Az egy nagyon fontos dolog, hogy meleg emberek két felnőtt ember szabad akaratából és megegyezéséből, Alakul ki érzelmi és/vagy szexuális kapcsolat. Senki nem mondja azt, hogy az, hogy te egy kipufogó csőbe dugdosod a farkadat, hogy normális lenne, elfogadott lenne, én sem gondolom. Ö, azt sem feltétlenül gondolom, és nem tudom, hogy a homoszexualitás általánosságban értik azt, hogy zakkantak vagyunk, mert ez esetben akkor ö, szeretném kikérni magamnak, és azt mondani, hogy tényleg menjen mindenki büdös picsába, aki azt gondolja rólunk, hogy zakkantak vagyunk, mert ebből a beszélgetésből, hát azért, hogy mondjam, teljesen más következtetés lehet levonni. Ettől függetlenül mondom, itt nem tudom, hogy a kijelentés mi vagy hogy, de hát ez is lemehetett a televízióba. A migránsok, a melegek, meg a transzok. Komolyan mondom, előbb-utóbb kisebbség leszek a saját országomban. Mert az miért baj, ha? Miért rossz kisebbségnek lenni a saját országodban? Csak nem rosszul bánnak velük, még ilyet? Nem áll? Komolyan. Na hát, milyen, milyen okos embereink vannak itt Magyarországon? Ő! A, de én ezt nem hiszem el. Dóri, Dóri, Dórika meri bárkire azt mondani, hogy meg, meg, meg meri bárkinek kérdőjelezni a, a az intelligenciáját, a, a, az agilitását, ő bárkire gúnyosan merít, azt a megjegyzést tenni, hogy milyen okos embereink vannak itt Magyarországon. Ő az ő szájából, érted? Az enyémat dobom el, na figyelj! És hogyha valaki szemfüles volt, akkor láthat, hogy volt egy felirat, ugye, hogy, hogy fehér cis emberek, és akkor egy narancs emoji volt a rakva, tehát nyilván azt akarta mondani, hogy a fideszes szavazók azok elnyomóak, és Hát, uh, milyen homofóbok, igen, homofóbok. Nem mit gondoltak erről? Milyen élete van Magyarországon egy LMBTQ plusz embernek? Figyelj, nekem nem tűnt, vannak leszbikus ismerőseink, homokos ismerőseink, akkor nevezük így őket, és nem vettem észre, hogy bármiféle hátrány érné őket. Tehát ők tök normálisak, ők viszont tényleg azok, akik nem vonulgatnak az Andrási úton latex ruhába, ez tény és való, és ettől ők el is határolódnak. Szerintem nekik semmi retorzió nem éri az, őket az életükbe. Az, hogy a többi szerintem semmi, semmi olyan nem lehetne, ami, ami nekünk nincs. Azok a többletjogok viszont, amiket szeretnének maguknak, az pont abból adódik, amit te is mondtál, hogy nincsenek egyensúlyban és valahogy szeretnék ezeket kompenzálni én nem érzem azt, hogy itt lenne nekik bármiféle bántódásuk vagy hátrányuk. Én azt gondolom, hogy már 2021-ben a szemkilövető gyurcsány, az Ádám és Béla, a, és a latex ruhában vonulgatni, bibliát nyalogatva a Pride-on, mint érv, ezeket a panelokat használni, szerintem ezek tényleg semmi másra nem engednek következtetni, mondhatják, hogy ennek a műsornak tényleg semmi más nincsen, ö, ö, semmi más célja nincsen, mint embereket gyűlölni, embereket ö, 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 ö pejoratív címkékkel ellátni, közhelyeket durogtatva, egymás vállát megveregetve, elhinni, hogy mi vagyunk a világ urai. Na... Szóval, hogy nem, 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 látom, nem látom túl sok értelmét, Persze durangathatjuk ezeket a közhelyeket, de ez nagyon fontos elfogadni, hogy a melegek többsége nem vonulgat latex ruhába egyébként a Pride-on. Neked, meg ha vannak anyukám leszbikus és meleg ismerőseid, hát, hogy is mondjam, ö... ja szégyelheted magad, hogy így beszéltél ennek előtt. Nem azt mondtad, hogy barátaid, ez igaz, ismerőseid, de én nem szeretnék magamnak ilyen ismerőst. Úgyhogy, úgyhogy persze, hát, hát nyilván mondom, lehetnék ezekkel a pride-os dolgokkal dobálózni, Engedjük már el, könyöröm. 2021 van, mindenre ki tudunk találni és sokkal kreatívabb ellenérvet. Ne használjunk mindig panelokat, mert ezeket a panelokat, hogyha folyamatosan használgatjuk, használgatjuk, akkor az arra fog következtetni és arra fog vezetni, hogy ennek a beszélgetésnek tulajdonképpen semmi értelme az ég egyet a világon, de elmondjuk ezre ugyanazt. Ő, ő, nem érzi, ő nem érzi azt, hogy bármiféle bántódása vagy hátránya lenne ezeknek az embereknek, de hogyan is érezhetnéd, amikor te egy heteroszexuális nő vagy? Soha nem fogod megérezni, milyen az, milyen, milyen afroamerikainak lenni, milyen melegnek lenni, milyen transzexuálisnak lenni, hogyha te nem vagy az. Te nem tudod, hogy milyen atrocitások élnek, te tudod, hogy oh, Istenem. ugye nagyon fontos, hogy itt összekeverünk két dolgot, hogy uh, amikor valaki valamilyen kisebbséghez vagy problémát csoporthoz tartozik, mm. akkor segítséget kap a társadalomtól, mert a társadalom empatikus, meg emberséges, és akkor abból, ebből a segítségből azonnal jog lesz. Tehát a lehetőségből azonnal jogot teremte. Hát igen, a társadalom az nagyon empatikus, mert nagyon ember, kurva empatikus. Most, hogy mondod, milyen emberséges tényleg. Azt, hogy jog lesz, szerintem, én értem, amit Boton bácsi mond, az van, hogy, hogy nagyon sokszor, tehát, hogy kisebbségek ugye segítséget kapnak, és most például nekem eszembe jutott itt a lapszolgaság, ugye, hogy persze az ember, ahogy az ember és az emberiség és a társadalom, ahogy fejlődik, rájön bizonyos dolgokra. És először nyilván kis lépésbe, vagy kisebb lépésbe egy kisebb csoport segítséget nyújt, aztán rájönnek arra, hogy hát ennek kéne lennie a természetesnek, a normálisnak, ha nem tartunk rabszolgákat, nem üldözzük a melegeket, vagy a keresztényeket és a hajterókat, vagy bárkit. De azt mondani, hogy a kisebbség és a többség viszonya egymással, az teljesen normális, Szerintem ez netto hazugság. Hát hogy lenne már normális? De ne felejtsük el, hogy a, ha bináris vagy, a fogalmam sincs, hogy mit jelent, vagy non-bináris vagy. Így kezdeni egy mondatot, hogy ha bináris vagy non-bináris vagy, non vagy fogalmam sincs, hogy mit jelent, de elmondom róla a véleményt. Tehát elmondom róla azt, hogy fogalmam sincs, hogy miről beszélek, de tudom, hogy ők hogy éreznek, és tudom, hogy ők mit csinálnak. Uh... Akkor, akkor azt is gondolod, hogy a sima leszbikusok, meg a sima homoszexuális férfiak is gyűlölnek, hiszen már ugye kö, a, a, az LMBTQ csoporton belül is elkezdődött ez a szalámi a taktika. Felsz. Ezek zakkantak. Mi milyen bizonyítékkel ahhoz, hogy ezek az emberek ő, nyilvánvaló legyen, hogy ők egy boldogabb korban, <laughs> egy zárt intézet parkiában felügyelet mellett az sétálgatnának? Az tehát, hogy... Mennyire kell a a gonosznak lennie valakinek, hogy, hogy így, így, nevessen másoknak a nyomorán, hogy, hogy zárt osztályra, meg zárt intézet udvarára száműzni a, a, az általa normálisnak nem tartott embereket, és az általa kevésbé értékesnek tartott embereket. Mennyire kell gonosznak lennie ehhez? De tényleg? Nem, egyszerűen nem, nem térek napirendre. Egyébként meg nem, tehát hogy ö, bennem nincs az, meg szerintem nagyon félre vagyunk mi ezzel kapcsolatban apostrofával. Nem érezzük magunkat sem gyűlöltnek, sem üldözöttnek, és, és valóban egyébként tök sokat javult a helyzet Magyarországon. Azt, tehát mi, mi nem érezzük magunkat üldözöttnek, és nem is akarunk többletjogokat, ez is nagyon fontos. Tehát nem akarunk mi többletjogokat, tényleg csak azokat a jogokat szeretnénk, mint ami bárki másnak van az az a szomorú, hogy otthon elővettem én is a gyereket, 12 évesen a mesélj a TikTokról, hogy mi ez. És mutogatja, hogy nő ezeket nézi, most nagyon ilyen forma egy fánlát és mondja, hogy te találkoztál ilyen LMBT ne? vagy Pride-dal kapcsolatos valami videóval, azt mondja, hát csak egy olyan, hogy egy fiú uh, sminkeli magát. Mondom, és ezt, ezt, így, hogy, jött fel? Tehát rákattintottál, beírtad a keresőbe, vagy valami? Azt mondja, nem, egyszerűen csak néztem a forma egyet, és feljött egy ilyen videó is. És mondom, mit csináltál ezzel? Hát tovább görgettem. Tehát jó, mert ő megkapta azt a nevelést, de hogy mármilyen milyen mocsok módon belecsempésznek ilyen kis hirdetéseket, vagy például egy ilyen nyomorultat is, egy sima egyszerű forma egybe. Hát most mondd meg! sminkelő férfit látott a 12 éves gyerek a TikTokon, de hát te olyan jól neveled, hogy tovább görgeted. Meg hát gondolom, olyan jól neveled, hogy el is mondtad neki, hogy fúj ez buzi, ezt le. Meg gondolom, te olyan jól neveled a 12 éves gyerekedet, hogy, hogy, hogy akkor, akkor te így most már szerencsére tudod felügyelni, és, és felé tudod tartani a nemzeti színű esernyőt, hogy a szivárvány színű ömleny ne érje a gyereket. Um, egy sminkelő férfitól valószínűleg, hogy nem lesz a gyereked meleg. Tehát, hogy ezen fönnak adni, de szerencsére megvédted a gyerekedet, úgyhogy én most már tényleg így a végére bebizonyosodik, hogy, hogy te tényleg szuper anyuka vagy. Ezért a feminizmus és a nőkbe is rugunk egy picit. Nálam ez mindig nagyon furcsa, amikor ott ülnek a nők. Nem tudom, hogy kicsit ilyen Stockholm-szindróma érzésem van, ott ülnek a nők, és arról beszélgetnek, hogy milyen hülyék azok a nők, akik azt akarják, hogy a nőknek jó legyen. És, és hát nyilván a feminizmust is előveszik, mert a TikTokon most az is nagyon megy. Ja. Tényleg el vannak nyomva a nők Magyarországon, hogy csak annyi jár nekik, hogy elmehetnek szülési szabadságra. Tehát ki találta ezt? Ki ezt a trendet szerintetek? Ennyi ezt, hogy lehet valakinek? Hát igen, tehát azt találja ki, akik most kvótákat hoznak, hogy a repülő is be is kell megfelelő számú fehér, fekete, nő, férfi. Ugyanez nőként, női vállalkozóként nem érzem, hogy elnyomva lennék, de ha alkalmazott lennék, akkor sem érezném ezt. Hogy, hogy... Ez megint egy olyan dolog, tudod, nem tudom, de elmondom, hogy ők, hogy éreznek. Hogyha ö, alkalmazott lennék, sem érezném magamat. Elnyomom meg, hogyha alkalmazott lennék, sem érezném magamat. Hát, honnan tudod, anyukám? Elvileg te egy vállalkozó vagy, mivel hogy a Fidesz-szekerét tolod, ezért valószínűleg elég sikeres vállalkozó is lehetsz, ugye, hát gázszerülő barátunkból kiindulva. Honnan tudnád te? Honnan tudnád? Megint olyan dolgokról beszélgettek, amik, amikről fogalmatok nincs nekem bármi ilyesmi Nyilván mérnek. vannak különbségek egyébként, mert Persze. ezt én is érzem, médiában is lehet érezni a férfi és a női különbséget, de attól függetlenül az nem azt jelenti, hogy én ellennék nyomba. Nem, de hát ettől szép, hogy te nő vagy, te férfi vagy, tehát nem is tudjuk ugyanazt a munkát végezni, most mi lennénk kohászati szakemberek, vagy te igen. meg polettos, tehát hogy elég furi lenne. Na igen, hát kurva anyjukat, hát nehogy már, hogy egyenlő számú férfi-nő kvóta legyen a munkahelyeken, meg akármi azért megjegyezném, hogy a táncos esetében most biztos Apáti Bence pedig a ti való, és hát ő balettművész, nem is akár milyen, Úgyhogy... Bencus, van egy rossz hírem. Eddácska megmondta, hogy hát neked nem való ez a, ez a történet, úgyhogy valahogy csak lehet törölni a múltat, nem? És nézzük Igen. meg, hogy melyik életképes, tehát egy férfi férfinő nő kapcsolatból nem lesz gyerek, akármennyi is próbálkozunk, Igen. de egy férfi-női kapcsolatból mindig volt, évezdeveleken keresztül volt az embereknél, az állatvilágban, a növényvilágban, tehát akkor melyik az életképesebb? Melyik, ami bizonyított már? Virágba, egy növényvilágban, volt egy növényvilágban férfinői kapcsolatból gyerek, Istenem. Hát igen, igen. Erre mondja a Puzsér, hogy szellemi kutmérgezés. Erre mondjuk azt, hogy a legalja, a pokol legmélyebb úgy rej, nincs vége, nincs vége. Szerintetek miért alakult ki az a kép a mondjuk a jobboldali konzervatívokról így mondjuk a 2000-es években már, hogy, hogy a, nők csak, hogy a konzervatívok szerint a nők csak arra valók, hogy szüljenek. Tehát tőlem, bármikor kirekok egy videót, vagy, vagy egy képet, nem tudom, Instagramra, mindig van egy kommentelő, aki megkérdezi, hogy ma már szültél, és így ö, nem akarom neki válaszolni, hogy nem, ma még nem, de egyébként szerették majd egyszer, tehát hogy benne van a pakliban, hogy fogok, de hogy miért alakult ki ez, hogy a nők csak arra vannak tartva, hogy szüljenek. Hát, mert neki valószínűleg ilyen kis nyomorult élete van, semmi sikere nincs, lehet, hogy a munkájába se, a pasik felé se néznek, se férje, se macskája, se kutye, de mondjuk macskája lehet, hogy van. Ugye gyereke nincs. Egy boldogtalan macskája. Igen, <laughs> <emel> <laughs> szegény macska. Hiszonyan boldogtalan élete van, és egy boldogtalan ember nem tud boldogságot vagy szeretetet adni, ez mit fog csinálni? Belétköt. Ezért ez az ő nyomora, ezt neved magadra is, és senki ne vegye magára. Ugye a ez. E... Hát ennyi. És ő mondja, ő mondja, megmondja a tutit, végül is ki mondja azt, és ezzel nyilván a levegőbe köpés alá áll, hatalmas öngolt rugva, az egész beszélgetésüket egyetlen egy mondattal tulajdonképpen keresztbe húzva elmondja, hogy az az ember, aki önmagával tisztában van, az az ember, aki boldog, az az ember, aki kiegyensúlyozott, az az ember, akinek rendben az élete, az nem fröcsög másokra, nem kötekedik, és, és, és nem szemétkedik. 47 percen keresztül. Érdekes, de örülök, hogy végül ő vonta le a konzekvenciát. Na mindegy, de örülök. Ő, ő neki kellett ezt kimondani, és nem nekem. Ilyenkor egy picit mindig dagad a májam, hiszen tulajdonképpen a saját későkbe szaladtak bele. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Hétfőn találkozunk, akkor pedig hát... Megint nagyon érdekes kommentekkel, az nyitásával kapcsolatban megjelent hírek alatti kommentekkel fogok érkezni nektek. Ne felejtsen feliratkozni, lájkolni, kedvelni, és normálisan hozzászólni. Csókolok, titeket találkozunk hétfőn. Sziasztok!